nézzük meg akkor a Race Cafét. Sugar kávézót. Megpróbálok én is ott kimenni, ahol te múltkor. Nagyon jó nyomozó vagyok. Opa, nem ide. Az nem egészen az. Nem akartam kinyitni automatikusan nyitni. This is technical services. Nagyon jó, hogy nem. Kicsába vagyok. Ez ami öltöző. Hol a gecibe vagy? Lementem a pincébe. Ah, oh, szép. Ezeket az ajtókat nem lehet kinyitni, szerintem. Ja, de ezt ki. Á, megvan. A mentő autó. Igen. Itt majd a tökéte is. Na, itt vagyok én is, csak körbenéztem. Na, mehetünk. Looks like the DA is gonna press charges. And Rodriguez might do time. I'll speak to the DA. She's suffering. I don't know, Cole. She's an easy make and the DA likes her. Mi történne, hogyha megérkeznék és átgázolnék a hullán? Nem hiszem, hogy lenne ez tulajdonképpen bármi, mert nem lehet, nincs mert hulla. Picsába. Vagy melyik hullán? Akit elütöttek. Aki ott van a földön. Ez mi? Ez az, amikor elgázolnak valakit. Én ilyet nem csináltam. Detectives, over here. Cole Phelps, traffic. What have we got? Dick is a white male, named Lester Patterson. Walked out of the bar and into the street. Car hit over there and he ended up here. Dead on impact by the look of it. Have you canvassed the area? The only one with anything useful to contribute is the young lady over there. She lives above the bar. Shannon Perry. What's your name? No, it's not a stage name. 24 years old, she left Kansas to follow the yellow brick road. Is that so? We'll take a formal statement later. Right now we're gonna take a look around. Itt a kalapa. Hogy kell felvenni? Ja, már van rajtam egy. Na mindegy. Így is fel akartam menni, de nem látok rajta semmi ezért, vagy márka van esetleg, hogy ez segíthet. Nem hiszem, miért érdekelne, hogy milyen márkám. Megnézzük a kalap tartóját, hogy megegyezik ezzel a márkával. Landed on his face and ended up here. Car must have struck him from behind. Nézzük a fejét. Én voltam? Nem. Nem te voltál. Ezt mindig megnézzük. Biztonság kedvéért. Nézzük itt mi van. Valószínűleg egy málna szebb volt nála, és így szép fröcskölt mindenhol. What the fuck? 16 ezer. Baller. Patterson has life insurance. Jó. Na, már is tudjuk akkor, hogy ez egy biztosítási csalás volt. Oké. Okay. Nem, nem azt. Ezt itt, így. Nem! Ilyen ítadatlan a keze. Csávónak ezért túl mozgásos a keze. Nem egészen tudja kezelni. Ó, még van benne pénz, ki lehet venni. Miért tudja kezelni? Ó, nem lehet. Te biztos ki lehet venni. Notify next of camp. Tedd el, nem. Akarjál, kurva jön. Lefotózzák, ahogy veszed kipénzt a tartát. Nézel bele a kamerában retardátor kipénzést, hogy... És utána meg nem én voltam.
Ips, és akkor így mutatják a fényképet a következő ilyen briefingen, hogy Phelps, ez mégis mi a faszom? A nem én voltam. Ki az anyám lett volna rajta vagy a fotón? Az nem érdekel senki. Valaki felöltözött nekem, hogy izé, hogy lejárasson. Cosplayeztünk. Az ott a izész ki. Csak cosplaybe van. What have you got on the victim? From all reports, he was intoxicated at the time of the accident. Tudod, így mondja neked a felettes, vagy nem tudom ki a fasz, hogy el kell dönteni, hazudik-e vagy sem. Ön Mr. Williams? Igen? Miért? Igen, nem? Maga hazudik! Van erre bizonyítékom? Nincs rajta az öltönyén, hogy mi a neve. Maga nem hord névkártyát. Utáltunk egy kést. De te hogy csinálsz más esetet, mint én? Lehet, hogy DLC miatt. Ja, lehet. Nekem like nincs ember akkor. Could be a steak knife. This is a hit and run case, Phelps. Anyone could have thrown away a kitchen. In any case, we'll want tech services to scrub the alleyway before they bag the knife. Nem az, hanem itt kiadott valami hangot, amikor oda mentem. Tedd már azt a kurva kést! Nem, itt nincs semmi, akkor menjünk. De itt amikor... Na jó, oké, menjünk. Jó, hát itt valószínűleg nem lesz semmi se. Gondolom. Na, menjünk vissza. Ah, macskák! Gabriel. Ez üres. Úgy meg itt a marad pedig. Milyen szar ez? Ez egy gyertya. Ez a gyertya autóból. Szerintem. Itt vannak a nyomok. Anyád mennyi bér. Careful where you step, Phelps. I don't come down to the station house and tap dance on your desk. Body traveled a good 20 feet. Aztán itt van egy nyom. This blood is a long way from the body. Karma's been going like a bat out of hell. Oké. Hát is van. Ja, itt az fékem. Akkor fékezni akar. Vagy nem tudom. So the driver managed to break before the impact. Király. Na, mindent megnéztünk, azt hiszem. Mehetünk haza. És az ügyje mi lesz? Ja, tudod, így lemegy, az a megy, lefekszik aludni, és akkor felhívják, hogy Phelps, ragadj, hol van? Megnéztem minden. És te de kise kérdezte a nőt. Itt már magára. Ja, és akkor... Miss Perry? Yes? I'm Detective Phelps. This is my partner, Detective Bukowski. Bekovski. Okay. Can you tell us what happened? Well... came to the window because I heard people arguing downstairs. Hú, milyen furcsa az arca. Then what happened? I saw a car hit that poor man and knock him down the street. What kind of car was it? A dark red Lincoln Continental. Did you see the license plate? Only the first three letters, I'm afraid. 3C8. Zsír. Mit a kihallgatása? Tell me more about the argument. Well, there were two voices. A man and a woman. That's all. Mhm. Várj. Furcsa arcot vág. És... Ah, és van egy késünk is. Igaz. Szerinted... Milyen szarul nézhet így ki? Állsz egy ilyen kis noteszsal a kezedbe, és így felnézel, vissza. Felnézel,
vissza. Közben meg így... Rángatózik a fejem. Segítsége! Megkérdezem, szerinted a véres késre azt mondjam, hogy hazudik? Nem tudom most. Az, hogy... Ott egy véres kés. You think I'm making this up? Ott egy véres kés a kukába. I'm a silly little kid. I don't tell tales just to get attention. Picsába! Mindegy, az új is lényegtelen. Csak egy mellékszar, nem érdekes. You really think so? I hope you find that driver and put him away. Akkor csak ezért gyanúskodnom kellett volna. Certainly got away with the dames, Phelps. Give it a rest. Nem se fogok. Nem se fogok gyanúskodni már. De nem gyanúsítottad meg. Nem se fogok. I'm Detective Phelps of the LAPD. How can I help, Detective? Ez Isten faszát az alagutakban. Hired help. I run the place when the owner. Utána azt a várost. Where is the owner? He stepped out. Somebody had to take Lorna, Mrs. Patterson, home. A witness overheard an argument. Lester and Lorna. There's nothing like airing your dirty laundry in public, is there? What was it about? Who knows? The slightest thing could set those two off. Újra akarom kezdeni. What? Mindig elbaszom ezt a vitás szart, még egyet se találtam el. Digesi. What can you tell me about the accident? Not a lot. It was busy in here and all I heard was the impact. Hazudsz, vagyis... Mindenki hazudik. Ezért kétségbe, vagy van egyáltalán valami időm? Erre. Outside. It's against licensing regulations to drink on the sidewalk. Lester and Lorna were having a fight. The owner made him take it outside. It was pretty ugly. Do you know the victim? Yeah. Lester Patterson. He's a regular here, or he was. Not one of your favorite customers? Lester was special, but... Not my kind of special. Was Lester drinking alone? No. He came here with his wife. She didn't seem too interested in the booze, though. Thanks for your help, Lynch. I'm gonna need you to sign a statement. Sure, no problem. You get anything out of the regulars? They weren't giving too much away. They liked watching Lester and Lorna go a few rounds every other day. And Lester was a fan of the love tap. A kés még senkinek nem tudtam felhozni idáig. Idegesít. Oh, de csak erről lehet, hogy megkérdezhetném, hogy az mi ez, nem? Hogy ott van egy ilyen kártya barlang. Pedig nem hiszem, hogy engedélyezett, ugye? Micsoda engedélyezett? Csak kártyát, kártyázzanak, ugye? Ja. Tudom én. Mindegy, menjünk. Azt hiszem, vagy nem tudom, várja. Nem lehet már vele beszélni. Sorry, pal, that's all I got. Even bartenders run out of gossip. Akkor gondolom, menjünk. Szállj be. Ez nem a mi autónk, ja nem. Valami autónk. Ez. Menjünk oda beszélni azokkal, először lehet oda megyek. De most minek az intuíció egyelőre? Hát, hogy itt nem látom, szerintem itt semmi érdekes nem lehet. Menjünk. Helps.
the wife was there when it happened, then left the scene. Right. That's pretty unusual. God damn it! Opa. Nem direkt. Nem én voltam. Nem én voltam. She could be in shock. She sells some people do some strange things. War. Maybe. Maybe she doesn't give a fuck. According to the patrons, her old man was a piece of work. You don't think Phelps, the guy, would run over? So it worked out well for this broad. So what? Maybe she deserved to catch a break. Lenoir. Na, be akartam driftelni a ház elé, de nem jött össze. Tök jó, hogy hajnali 4 órakor fogjuk őket, hajnali 5-kor fogjuk őket zavarni. Szösörüljenek neki. Jó napot! Dinnyét! Dinnyét! Bekopok szajna 4-kor kijön. Igen. Dinnyét! Is this about my husband? We're investigating the incident, ma'am. Let's see. Legyen dinnyét magad a geci. Bejöttünk? Igazat mondom, vagy nem? Mrs. Patterson, ön hazudik? Igen, ne! Ne. You don't appear to be too upset about the fact. Lester and I met on a furlough in 44. We got married that weekend. People don't understand it now, but that happened a lot back then. I see. So you probably did well to stick it out this long. What's that supposed to mean, mister? I think it's about time you left. I have someone here, I beg your pardon? You're gonna have to run that one by us again, sister. It's okay, Lorna. I'm Leroy Savro. Well, well. Nice to see you're comforting the grieving widow, Mr. Savro. All right, wise guy. Do you have any intelligent questions you would like me to answer? You can confirm Mrs. Patterson's story. Lester lost at cards. He was kind of hard to control when he lost his temper. He turned without looking and walked right out in front of the car. It wasn't good. What's your relationship with Mrs. Patterson, Mr. Savro? We're friends. Patterson. Good friends. You expect me to believe that? Look, I was filing for divorce. Mental cruelty. Lester could be a mean son of a bitch. And Lester knew about that? No. I hadn't told him. Well, hasn't this worked out well for the two of you? I feel almost bad for busting in on this little rendezvous. Még vagy akkor a nagy faszkalapok vagyunk. Na, nézzük akkor... How did the car come to hit Lester? He walked straight into the path of an oncoming car. Szerintem... Hát... Hazudik! Mert... Vagy, várjál? Szerinted hazudik? Félre nézeget nagyon. És azt mondhatom nem tudom, nekik, hogy mennyire... Hát van ez a... itt a sáldozat, esetleges megkösésérülés az autó ordíszétől. Ezt tudnám esetleg felhozni. Hát az odaig oké, csak... Így nem tudom, hogy mennyire... figyeltek oda, még arra is, hogy testbeszéd. Mert az oké, hogy a hang az valamennyire, meg az, hogy mennyire ellentmondásos információkat mond az illető, de nem tudom. Mert nekem eddig általában, amiből rájöttem, hogy mondjuk hazudnak, az az volt, hogy ellentmondtak maguknak. Vagy annak, amit a bizonyítékok alapján tudunk. Testbeszéd nem tudom, hogy mennyire pontos, mert az végül is ahhoz szakembernek kell lenni, hogy tényleg hatékonyan felismerd a testbeszédből azt, hogy valaki igazat mond-e vagy sem. Mert igazából oké, hogy félre nézeged, de például, hogyha kérdezel tőle valamit, és akkor néz félre, akkor az pont, hogy az őszintesség jele. Mivel nem tudsz úgy emléket felidézni, hogy közben... Mit akarsz mondani? Hát azt, hogy nem tudom, hogy a testbeszéd mennyire befolyásolja. Most azt, hogy félre nézeged... Ez hogy egy választóölése. Ezt nem értem. Gondolom kiveszi, vagy a hazugságot, vagy a izé. Ah, oké. Okay. Tehát akkor nem hazugság. Mhm.
Oké, okay, tehát akkor valószínűleg igazat mondhat. So he turned blind? Yes. Still yelling at me when the car hit him. Nem jó! Kétségbe van! A kurva életbe! Utálom! Utálom, hogy mindig rosszat választok. We're always arguing. So what? Jön. Nem tudom! Honnan tudjam? Most akkor melyik? Ez annyira zavaros ez az egész. Ötletem sincs, hogy melyiket válasszam. Halványan a gőzöm sincs. Megint használják el egy intuíciót. Nem hazudik. Need more than that. Like I said, Lester was a great guy when he was winning. A really sunny, bright guy. Trouble was, he hardly ever won. And when he lost, he was an evil son of a bitch. We're leaving, Lorna. The bit doesn't add up. We're keeping an eye on you. Nulla helyes. Miből kéne rájönni? Ez az, honnan a faszommal tudjam, bazd meg! Hát ekkora egy fasságot komolyan mondom, a faszomat ebbe játékban. Ilyen hülyeséget, bazd meg! Honnan a picsába tudjam, hogy ő most... De látod, mégis a kurva pofájukra kell nézni, érted, hogy most akkor mit mond, érted? Most akkor elkúrtam az egészet, most mi van? Most akkor mi van? Most akkor mit csináljak? Tudom, gondolom így... Össze kell jönni ide. Minek? Hát ezt nem hiszem el, az meg. Ez rohadtul felkúroz ilyen. Ezt előről kell szerintem majd az egészet kezdenem, mert el fogom cseszni nagyon. Hát szerintem meg lehet oldani az ügyet nulla izével is. Csöccse. Vagy nem tudom, hogy mennyire. Mennyire bonyolítja meg. Hogy az idegesít meg, hogy két intuíciót elhasználtam, és egyikkel se találtam el, bazd meg! Na ez idegesít még jobban. Kurva isten faszát! Nyomorékfejű gyökér, hogy... Tökre feleslegesen elbasztam két intuíciót, ami még később jól jöhetett volna. Leszarom, kuslén! Nem tudom, nekem az elejétől fogva így ez a hazugságkeresős része nem annyira tetszik. Mert vannak emberek, akiket évekig képeznek azért, hogy erre képesek legyenek. Tehát most egy egyszerű játékos... Érted? Most honnan szült ki, hogy az ennél nem mondott igazat? Vagy mi, hogy igazat mondott? Milyen messze van még ez a fasz? Na... Nem elbasztam magam. Ez valami mellék szar, amit most itt elvállaltam. Ja, ilyen utcai bűnösetek. Finds
keep him busy if you can find a way up, sir. Nem kellett volna ezt elvállalnom. 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 Meg picsának vállaltam ezt el. Dig, fel lehet venni a fegyverüket? Uh-huh. Fasz! Lelőtték a sapkát, a kalapot a fejemről. Ja, mindig ezzel kezdik. Kis buzik. Várjam, hol van egyáltalán a társam? Mert ott van? 40 darab utcai büntény, te jó vagy. Lenyomra összesen? Ha? Egy van, készen 40-ből. Tudod mi? A büdös picsába kiszállok, te vezetsz, én nem. Kurva messze van. Úgyhogy... Így van. Te vezetsz. Ki lehet hagyni az utat, ugye? Mhm. Gyír. Na, hogy... Jó, oké, magától. Tehát valamit akkor nem néztünk meg a bárnál. Azért kell visszamenni. Azért is nem volt kihúzva még idáig. Több cuccot is lehet, hogyha megnéztem volna, akkor több kérdésem lett volna. De mindent megnéztem, szerintem. Ha már nappal van, mi fasz? Értelemben nappal adott. Ja, lehet, hogy most új dolgok vannak emiatt, hogy már nappal van. Ez milyen? Miért ide? Mi van itt? Hol van ez a bár? Bare. Ja, itt van. Hello. És ezt hol találom azt a Leroyt? Nem értem, mit keresek most. Operator, message for KGPL. Putting you through now. Phelps badge 1247. How could I help, detective? I need to run a partial license plate through Charles Gate. Cross-check possible Lincoln owners. Suspect vehicle is a red Lincoln Continental. Just a moment, detective. Elfelejtettem telefonálni, ezt én elkúsztam. Registered to a William Shelton, 738 West Temple Street. Okay. Any message? Just one detective from the coroner. Message reads, Phelps, see me at Central Morgue immediately. Results of the Patterson autopsy. Okay, thanks. Menjek először akkor az éve.
like we got a break on this one. Halott kémhez. Nem, helyszínek. Nem, mindegy, vezessél oda, én nem akarok most. You're behind the wheel. Gyorsabban odaérünk. Miért van mentőautó a hullaháznál? Hello? We can put the driver in front of a judge in less than a week. You'd be making a big mistake. Run that by me again? The victim was dead before the car hit him. Two puncture wounds to the right side of the thorax. Second puncture reached his heart. You're kidding me. Been doing this job 23 years, son. No one's ever laughed at one of my jokes. He was stabbed to death? Long, sharp knife. Length of a bayonet. We found a knife in the alleyway. Where is it now? Was it back? By Patrolman Kaplan. Perfect. I'll get you a definite match. Jesus, we got him. Murder. Tudok, ez egy... We were right there. Okosan kivitel, ez egy gyilkosság? Nem. Both get the gas chamber. Gyilkosság, de nem okosan kivitel. Hát nem jöttek rá, hogy meg fogják vizsgálni a hullát, hanem is miért. Hát mondjuk ez igaz. Na, nézzük akkor. You know the way. You can drive. And where exactly are we going? Megint a Pattisonhez kell, hogy menjünk, vagy először. Menjünk, nem tudom, először menjünk a Sheltonhoz. Utána megyünk a nőhöz. Ja, neked már menned kéne. Igen? Hát 8 óra elmúlt. Ja? Hát akkor lassan jel. Ó, fasz. Én még ezt befejezem szerintem ezt a limozást. Kivépnek. Mondom... Fasz. Nem akarja azt csinálni a gép, amit én. Jelzem. Na, hova menj, nézd meg. Aki nagyon sietős. Ojjaj. Valaki elszökik az országból, Új-Mexikóba költözik a gecibe, aztán ne adja valakit. Ó, nézd csak ott egy piros autó, ami kicsit meg van horkozva. Na hát, mi van, micsoda meg... Oh, shit! William Shelton? Yes? Valaki bajba kerül. You're packing your bags and making a run for it? You know why we're here. Yes. The accident. We've got witnesses who can put this car at the scene. Not to mention the physical damage. This is open and shut, Shelton. Üldözök! Ez az. That coward thinks he can run from everything! El fog ütni legalább, hogy 30 embert közben. Ó, oh, de jó lesz annak a 30 embernek. Ajaj, ne, ne! Na, első már majdnem meg volt. Micsoda? Első már majdnem meg volt. Ja. Na. Nem akarsz lőni rá, mi van? Nem, sajnos ez nem így megy. Ja, ez nem GTA. Picsába, még elfelejtem. Nem, pedig lehetne. Állj meg, állj meg, állj meg. Jaj. Megállt. Put your air in the hands. Put your foot. In the fasson. The guy jumped right out in front of me. He came out of nowhere. There's nothing
do about it? Why didn't you stop? I've had accidents before. That's it. We're done here. DA is gonna love you. They weren't all my fault. I'm a surveyor. I need my license for my job. There were people around. A woman and a man were standing right next to him. I thought they could get him to a hospital. I'm telling you, it's not my fault. The guy is dead, Shelton. You can't be serious. William Shelton, you're coming downtown. We need to talk about a manslaughter charge. We have the knife, we have the coroner's report, and I bet we could roll Szabo as a witness. Let's bring her in. Ki az a Szabo? Az a csaj, ugye? So, the report came back with an ID on our victim. Lester D. Pattison, 182 North Hope Street. Captain wants us there double quick. Pattison. Én viszont megyek szerintem. Can you drive to this one? Jó szórakozás. Majd valamikor, akkor folytatjuk. Oké, hello. A viszontlátásra. Na, itt vagyunk itt a hölgynél. Itt szépen beviszünk magunk. Remélhetőleg nem kúrjuk el. I spoke with the coroner, Mrs. Pattison. He confirmed your husband's cause of death. We'd like you to come downtown and answer some questions. It wasn't me. It was Leroy's idea. Leroy stabbed him. I had nothing to do with it. Where is Leroy now? He's in the bedroom. You're very good, Lorna. Put the gun down, Leroy. If you do something stupid now, you don't stand a chance in front of the grand jury. I see you to give me up, sweetheart. All that whispering in my ear, telling me how we had to get rid of him, how good it could be, all the money we could claim, all that planning, how to get him into the street, how to make it look like an accident. For God's sake, you Leroy, shut up! All the bases covered, baby. I have nothing to do with it. You think I'm gonna fry for you, He's Lorna? He's a crazy man. Shoot him. Shoot him, for God's sake! It's too late, Szabo. Mit erre? Picsába, majdnem megvolt! Kurva életbe, bazd meg! Itt állom. Ennyi hiányzott, bazd meg, egy kibaszott másodperc is meg lett volna. Rahat életbe. Áj, csak kérget hittem. Faszom. Le lehet, hogy lelövöm, és akkor újra kezdem innen, vagy nem tudom, mert ez idegesítő. Oké, innen fogom. Jaj, megint bekanyarodott a rohadt kurva anyját, bazd meg, hát ilyen nincs. Na, gyere ide. De hulladék. Na, bazd meg. Ez kurva jó. Megállítottam volna sokkal korábban. You come any closer and I will pull the trigger. How long do you think you can hold out? Put your weapons on your own goddamn head, be it. Előtte. Ügyes vagy! Jó van, bazd meg! Anyomori, kurva életbe! Jó, most már sokkal korábban el fogom kapni. Már réges-rég elkapattam volna, hogyha ráfogom azt a kurva fegyvert. De nem, mert neki ízé. Pont abban a kurva pillanatban kell bekanyarodni, a rohadjon meg. Nem lesz ezt eljön? Nem. Mindig most már meg lesz. Spoken to the coroner, Mrs. Pattison. He confirmed your husband's cause of death. We'd like you to come downtown and answer some questions. It wasn't me. It was Leroy's idea. Leroy stabbed him. I had nothing to do with it. Where is Leroy now? He's in the bedroom. You're very good, Lorna. Put the gun down, Leroy. If you do something stupid now, you don't stand a chance in front of the grand jury. I see you to give me up, sweetheart. All that whispering in my ear, telling me how we had to get rid of him, how good it could be, all the money we could claim, all that planning. How to get him into the street, how to make it look like an accident? For God's sake, you Leroy, shut up! You have all the bases covered, baby! I have nothing to do you with it. You think I'm gonna fry for you, He's Lorna? He's a crazy man. Shoot him! Shoot him, for God's sake! It's too late, Szabo. Most rögtön. Szabo, stop or I will shoot! Gyerünk. Ez az. Stop or I will shoot! Jó van. Szerencsére távolról is meg lehetett ezt oldani. Még mielőtt odaért volna az a nőhöz.
Pont ezt akartam, hogy ne tudjon oda menni a nőhöz, mert azt sem tudom, hogy a picsába kell lefegyverezni, vagy ilyesmi. Lehet, hogy a fegyvert kellett volna kilőni a kezébe, vagy ilyesmi. Na mindegy, most már. So, I give you a hit and run, you bring me back fraud, conspiracy, and first degree murder. This is how a good detective operates, Phelps. You take nothing at face value. You keep digging and asking questions until you get to the truth. You got some sharp elbows, detective. I like that. Keep up the good work. Zsír. Na, ez is megadt volna akkor. Jó, jól elbasztam sok részét. 4 darab kérdés volt helyes. Jó, na mindegy. Oké, na hát akkor a következő részben folytatjuk.